Ma délelőtt tartotta ülését, Cegléd város képviselőtestülete, erről is szó lesz a mai híradóban, és nézzük mindenről még. Sajtótájékoztatók Csuri Károly a forgalmi rendről és a felügyelőbizottsági tagokról. Horváth Gábor is elfogadhatatlannak tartja a testület döntését. És Földi László és Pajai István Kálmán több mint 1 milliárd forint uniós támogatásról. Ez itt a Híradó csütörtök este, jó estét kívánok! Megérkezett a nemzeti sportközpontok válasza a judó központ kapcsán felmerült kérdésekre. Eszerint a hiányzó eszközöket már megrendelték, április végére megérkeznek. Az üzemeltetési feladatok ellátására pedig pályázatot írnak ki. A mai testületi ülésen bemutatták azt a tanulmányt, ami Cegléd forgalmi modellezéséről készült. Döntöttek az önkormányzati bérlakások bérleti díjának emeléséről, még így is jóval a piaci ár alatt maradtak. A judócsarnokot érintő kérdések tisztázására levélben kereste meg Takács László polgármester az NSK főigazgatóját. Dr. Kovács Norbert válaszában kiemelte, a létesítmény jogerős használatba vételi engedély birtokában üzemszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az öltözőbútorok, berendezések és sporteszközök az NSK által megrendelésre kerültek, legkésőbb 2017. április végére megérkeznek Ceglédre. Fontos kérdés az üzemeltetés. Tervezetten vagyonhasznosítási pályázat keretén belül kerül sor az üzemeltető kiválasztására. A képviselőtestületi tárgyaláson részt vett Bíró Norbert, aki a CVS-e judó szakosztályának sajtónyilatkozatát megerősítve elmondta, a szakosztály hálás a kormányzatnak, a helyi önkormányzatnak és mindenkinek, aki a csarnok megvalósulásában szerepet játszott, és hozzátette, az általuk hiányosságként jelzett problémák kijavítására ígéretet kaptak. Az energiahatékonyság vizsgálatára pedig az éves üzemelés tapasztalatait felhasználva térnek vissza az illetékesek, megvizsgálva a további üzemeltetés fejlesztés lehetőségeit. De egy nagyszabású kutatás eredményeként készült forgalmi modellezésről és az eredményekről is hallhattak tájékoztatót a képviselők. A napirendhez kapcsolták a Jobbik képviselője Csuri Károly korábbi indítványát is. Ő arra tett javaslatot, hogy legyen az Árpád utca Kossuth tér felüli oldalán a közlekedés két irányú. A testület az indítványt nem fogadta el, hivatkozva a tanulmány azon megállapítására, miszerint még átláthatatlanabbá tenni a közlekedést. Ráadásul hangzott el az ülésen, a forgalmat a Selyem utca felé terelni, ahol újra csak problémákat okozna. A tanulmányt is jegyző közlekedéstudományi intézet szakértője arra is felhívta a figyelmet, valóban nem maradhat ilyen szabályozatlanul a kereszteződés. Biztos vagyok benne, hogy stopptáblákkal, egyel vagy kettővel vagy hárommal ezt megoldani nem lehet. Itt két módszer jöhet szóba, az egyik a jelzőlámpás forgalomirányítás, megfelelő új sávoknak a felfestésével, egyértelmű táblázásával, periódus idők kiszámításával. Ez egy komplett szakmai feladat, vagy pedig a kettős körforgalommal, aminek az elhelyezése hát nem minden esetben szerencsés. Tehát ez egy nagyon részletes vizsgálatot igényel. De tárgyaltak a képviselők az önkormányzati bérlakások bérleti díjáról is. Ahogy az előterjesztésben szerepelt, a jelenlegi bérleti díj bevételt tekintve közel sincs meg az az összeg, amit a lakások felújítására, karbantartására kellene fordítani. A mai döntés értelmében a piaci alapú lakások emelés utáni átlagos bérleti díja bruttó 573 forint per négyzetméter per hó, az alacsonyabb minőségű lakások esetében ez az összeg bruttó 210 forint. Sajnálatosnak nevezte Csuri Károly, hogy a testület nem szavazta meg a Kossuth tér Árpád utca felőli közlekedési rendjének megváltoztatására tett indítványát. A Jobbik helyi képviselője úgy fogalmazott, az ő általa javasolt kétirányúsítás töredékébe kerülne, mint a körforgalom kialakítása. A képviselő beszélt arról is, elfogadhatatlannak tartja, hogy a polgármester visszahívta a Város 3 gazdasági társaságából a Jobbikos felügyelőbizottsági tagokat.
Csuri Károly önálló képviselői indítványt nyújtott be a Kossuth tér déli oldalán lévő közlekedési rend megváltoztatására. A Jobbik képviselője a testületi ülés után tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, balesetveszélyes, átláthatatlan a Kossuth tér Árpád utcai részénél a közlekedés. Ezt a szakvélemény is alátámasztja, fogalmazott Csuri Károly. A problémára kétféle megoldás létezik, véli a képviselő. Az egyik a kétirányosítás, ami azt jelenti, hogy aki jön a Körösi út felől, annak ne legyen kötelező bekanyarodni jobbra a polgármesteri hivatal felé, hanem simán és egyenesen tudjon tovább haladni az Árpád utca irányában, illetve aki jön az Árpád utca irányából, azok is tudjanak normálisan közlekedni. Sajnálatos, hogy a két irányosításra vonatkozó indítványát a testület ma nem szavazta meg, tette hozzá a képviselő. A két irányosításnak a költsége körülbelül 50-60 ezer forintba került volna, még a szakvélemény szerint a letett második variáció a körforgalomra vagy körforgalmakra vonatkozik, az pedig alsó hangon is 70-150 millió forint. Tehát ez pénzügyileg, gazdaságilag sem kifizetődő a város számára. Horváth Gábor a testületi ülés után tartott sajtótájékoztatót, ahol a Jobbikos felügyelőbizottsági tagok visszahívására reagált. Cegléd város vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy az ellenzéket elnémítsa, ellehetetlenítse, és tulajdonképpen olyan dolgokra hivatkozik, mint például a frakció megszűnése, a tekintetben, hogy az általunk delegáltakat kivegyék azokból a bizottsági helyekből, ahol rálátásunk lenne a város irányítására. A Jobbik mindig is együtt marad, kiáll az emberek mellett, ezt mondta Horváth Gábor. A képviselő úgy folytatta, véleménye szerint a városvezetés önös érdeküket helyezi előtérbe. Elmélyítik a konfliktusokat, hogy kisajátíthassák Cegléd városának egészét, megosztva ezzel az itt élőket. Városunk már a migránsok nélkül is politikai csatatérré, háborús övezetté nyilvánították. Életkörülményeink javítása helyett esetenként silánykivitelezésű látványberuházásokkal bombáznak bennünket. A városvezetés mind erkölcsileg, mind morálisan megbukott, véli a képviselő. Horváth Gábor azt mondta, ha a választásokon a Jobbik győzne, a megbékélés és a tisztes együttérés jegyében minden bizottságba független ellenzéki szervezetekből álló tagokat biztosítanának. Több mint 1 milliárd forint uniós támogatást nyert Jászkara Jenő. Ebből a szennyvíz hálózatot és a szennyvíz tisztítót építik meg. A beruházás végén a település minden háztartását bekötik majd a hálózatba. Erről tegnap számolt be a sajtónak a térség országgyűlési képviselője és a település polgármestere. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a remények szerint állami támogatást is kap a település, és akkor még hozzájárulást sem kell fizetniük az ingatlan tulajdonosoknak. A település történetének eddigi legnagyobb beruházására készül Jászkara Jenő. Törökszent Miklóssal és a Nemzeti Fejlesztési Programirodával hármas konzorciumot alkotva nyert a község 1 milliárd 231 millió 885 ezer forint támogatást a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében. Ebből a szennyvízhálózat épül ki, és persze a szennyvíztisztító. De arra is van remény, hogy még ezen kívül is érkezik forrás, hiszen az uniós támogatás mellé még kellene önrész is. Általában a csatorna beruházások bizonyos érdekeltségi hozzájárulásokkal mennek. Ugye magyarul ez azt jelenti, hogy ingatlanunként fizetnek bizonyos érdekeltségi hozzájárulást. Na most azért tettem lépéseket, és reményeim szerint pozitív lépéseket, hogy az érdekeltségi hozzájárulást kormány döntéssel kiváltsuk magyarul, hogy a település teljes egészében megkapja az összberuházás költségét. Reményeim szerint ez sikeres lesz, ez a fajta lobby tevékenység, úgymond a kormány irányába. A beruházás több szempontból is nagyon fontos a település számára, ezt már a község polgármestere hangsúlyozta a sajtótájékoztatón. Nagyon régóta várja a településünk, mondhatom azt, hogy minden lakója ezt a beruházást, hiszen ennek a jelentősége nagyon sokrétű. Egyrészt, ami nem csak nekünk, most élőknek, hanem akár unokáinknak is fontos dolog, hogy a szennyvízcsatorna hálózat létrehozásával, szennyvíztisztító telepnek a megvalósításával a környezetvédelmünk az megoldódik,
mert hiszen az, hogy az évtizedek óta a szikasztó rendszerű szennyvíz elvezetések történtek, tehát ez gyakorlatilag, ezt tudjuk nagyon jól, hogy a talajvizeinknek a szennyezését jelenti. Egyrészt tehát a környezettudatosság miatt is nagyon fontos, de azért is, mert ha azt szeretnék, hogy akár kisebb, akár nagyobb vállalkozások települjenek Jászkarajenőre, ahhoz biztosítani kell legalább a minimális infrastruktúrális feltételeket, vagyis az a minimum, hogy a szennyvízelvezetés megoldott legyen. A térségben az elmúlt időszakban több esetben érkezett már jó hír támogatásról, és a remények szerint még fog is, mondta a térség országgyűlési képviselője. Reményeink szerint a versenyképes közép-magyarországi operatív programban is születnek döntések április hó folyamán, és ott is akár belterület utak kérdésében, akár egyéb más területen lesz eredmény, és akkor az önkormányzatok megfelelően megkapják majd ezt a határozatot. A Jászkarajenői szennyvízcsatorna beruházása tervek szerint 2018-ban elkezdődik, és több mint 1000 háztartást érint. A tegnapi napon átadták a Kossuth Lajos gimnázium első nyelvi informatikai laborját. A ceglédi tankerülettől összesen 16 új számítógépet kapott az intézmény, és ezen felül még két másik tanterem átalakítása is elkészülhetett. Az elektromos rendszert mindhárom teremben teljesen kicserélték. A fejlesztésekre több mint 5 millió forint támogatást adott a ceglédi tankerület a gimnáziumnak. Átadhatjuk a gimnázium első. Az elmúlt időszakban meglehetősen nagy fejlesztéseket tudott létrehozni a ceglédi tankerület különböző intézményekben. Ebből a támogatásból komoly rész jutott a Kossuth Lajos gimnáziumnak is, mondta köszöntő beszédében Fodor Gábor. Ennek a gimnáziumnak is egy egész tanteremi számítógépet adományoztuk, illetve vásároltunk, és ennek eredményeképpen jöhetett létre aztán ez a labor is, ha jól tudom, hiszen a gépcserék és átalakítások következtében ez létrejött, és volt egy gond, amikor kiderült, hogy ez egy régi épület, ami számos új kérdést felvet, a falakban nem írták a vezetékek ugye ezt az igényt, erre újra kellett vezetékezni ezt a néhány termet. A támogatásból létrejöhetett a gimnázium első nyelvi informatikai laborja, továbbá még két terem elektromos rendszer cseréjét is kivitelezték. A pedagógusok és a diákok egyaránt örülnek a fejlesztéseknek, hiszen a gépeken levő szoftverek segítségével angol, német és francia szókincsüket is bővíthetik. Ami a nagyon jó még benne, hogy minden csoporthoz tartozik egy ilyen statisztikai táblázat is, tehát ezen lehet látni, hogy a tanulók melyik feladatokat csinálták meg. Ha azt a kis rózsaszín kockát látjuk, az azt jelenti, hogy a feladatot elkezdték, de esetleg nem tudták elkészíteni. Összesen 16 új számítógépet kapott a gimnázium. 5,5 millió egészen pontosan. Hát ugye ez jelzi ezt egyrészt, hogy milyen régi az épület, mennyi pénzt kellene ráfordítani, másrészt, ha az egészet nézem, akkor a befektetés viszont busáson meg fog térülni, mert a gyerekek tényleg nagyon modern körülmények között tudnak nyelvet tanulni. A termet tegnap hivatalosan is átadták a diákoknak és a pedagógusaiknak. A nemzeti színű szalagot az országgyűlési képviselő Földi László, a ceglédi tankerület igazgatója Fodor Gábor és a polgármester Takás László vágta át. Különleges zenés, beszélgetős rendezvény indult útjára tegnap a Jazz Caféban. Az Élet Show elnevezésű programra olyan ceglédi embereket hívnak meg, akik példaként szolgálhatnak az útjukat kereső fiatalok számára. Az első vendég Tóth Pál volt, aki egykor punk zenészként a helyi éjszakai élet ismert alakja volt, majd új életet kezdett, és az egyik országos hírű balatoni étterem vezető séfje lett. A fiataloknak manapság nincsenek fogódzóik, így sokszor nem, vagy csak nehezen találják meg helyüket az életben. Az Élet Show elnevezésű rendezvénnyel szeretnének példát mutatni és értékeket átadni nekik. Ezt hangsúlyozni kell, hogy tehát ez a pont, amit mi fölkínálunk a fiatalok előtt, ez a keresztény értékek, a Biblia, a hit, tehát természetesen ezek azok a fogódzók, amikhez igazítjuk ennek az egész sorozatnak a tartalmát, vagy a meghívott vendégeket is nyilván ez alapján, az értéklend alapján hívjuk meg. Olyan hétköznapi vagy közismert embereket hívnak vendégül, akik a fiatalok előtt jó, vagy akár rossz tapasztalataik miatt példák lehetnek. Az Élet
tekintetben én azt gondolom, hogy egy eléggé sajátságos és nehéz világot teremtettünk mi az elmúlt pár évtizedben itt a világon, ahol az értékek közé egyenlőségjelet tettünk, és ezért én azt gondolom, különösen a fiataloknak, akik között én mozgok, hiszen tanár vagyok, nagyon nehéz az eligazodás. Volt egy pont az életemben, amikor... Az Életshow tegnapi vendége Tóth Pál volt. Ismertem korábbról, egyébként nagyon rég nem találkoztam vele, de tudtam arról, hogy korábban eléggé, hogy is mondjam, tehát mélyen volt, és egy változás történt az életében, és kíváncsi is voltam rá, ugye, mint újságíró. A fiatal vendég egykor a ceglédi éjszakai élet ismert alakja volt. Isten szidalmazó pánkzenét játszott, nem vetette meg az alkoholt és a drogokat sem, lázadt és nem értette a világot, mint mondta. Ezekben a dolgokban kerestem valamit, amit akkor még nem tudtam, hogy micsoda, csak valahogy az ember szép néz a világba, láthatja azt, hogy valami nincs rendben így az egész világban, és nincs igazság az életben, és valahogy bennem ez így nyilvánult meg, ez a lázadás. De aztán minden megváltozott, amikor úgy érezte, hogy be kell mennie az imaházba. Még nem hívott oda senki, hogy én menjek abba az imaházba. És amikor bementem, és leültem, egyszerűen azt éreztem, hirdették a Bibliát, hirdették az Istennek az igéjét, és azt éreztem, hogy a szomjam kezd csillapodni. Akkor életében először úgy érezte, hogy végre van, ami igazán megnyugtatja a lelkét. Bibliából egy idézettel tudnám ezt elmondani, hogy Jézus azért jött, hogy a bűnöseket hívja megtérésre, nem azért, hogy az igazakat, ezt mondta, és gyakorlatilag én ebbe hiszek, hogy ennek az elhívásnak a részese vagyok. És voltam valaki, találkoztam az Úr Jézussal, és lettem egy teljesen más ember. A megpróbáltatások után, példát mutatva másoknak is, megváltozott. Jelenleg az országos hírű balatoni Kővirág étterem vezető séfje. A rendezvényen saját szerzésű dalait is meghallgathatta a közönség. Jézus, így szólongat, jöjj hozzám, jöjjél, bűntelhet szívedet ad nekem át. Az éjszakai élettől az imaházig és a vezetőséfi pozícióig, ez valóban életsó. Ez volt a Híradó csütörtökön, friss hírekkel holnap este 6-kor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.